Először is gratulálnék a Palotás csapatának, akik férfias mérkőzést vívtak ellenünk. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés első fél idejében kicsit úgy éreztem, hogy a lámpalázas volt a csapat. Ez abból is adódhatott, hogy az első hazai mérkőzésünk volt, és igazából a hazai környezet egy kicsit megzavarta a csapatunkat. Plusz a Palotás egy nagyon agresszív letámadást csinált, amit idáig egy csapat sem alkalmazott ellenünk. És ez egy kicsit meglepte a csapatunkat, amit én azt gondolom, hogy viszont egy nagyon fegyelmezett védekezésre kivédekeztünk, és utána azt kell, hogy mondjam, hogy első fél idő közepén egy nagyon-nagyon szép góllal megszereztük a vezetést. Az első fél időt utána ugyanúgy magasabb labdabirtoklással le tudtuk játszani. Nagyon-nagyon fegyelmezett volt a csapatom az egész mérkőzés során. A második fél időben, az első 10 percben oda szögeztük az ellenfelet a kapujához, utána egy kicsit nem nagyon értettem, hogy miért, de megint visszaálltunk, ez nem volt megbeszélve, de aztán hála Istennek a mérkőzés végén megint egy mondhatni szerencsés góllal, de el tudtuk dönteni a mérkőzést. Egy nagyon jó lüktető és szerintem közönségszórakoztató mérkőzés volt ez a mai. Sajnálom, hogy nem bírtuk begyűjteni a 3 pontot, de meg kell mondani, hogy az ellenfélben nagyon sok, nagyon jó képességű játékos volt. Ennek ellenére első fél időben nem volt helyzetük, mégis egy védelmi megingásomból gólt tudtak elérni. Nekünk több lehetőségünk is volt, úgy gondolom. Pontatlanok voltunk, és kicsit határozatlanok azokból a szituációkban, amikből gólokat tudtunk volna elérni. A második fél időben egy nyílt csata volt, igazából teljesen feltoltuk a védekezésünket, próbáltuk az ellenfél tér felé pressingelni, amiből el is értük azt, hogy ott tudtuk őket tartani, de ez nyíltá tette az egész mérkőzést, ami azt hozta, hogy egy izgalmas, változatos mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy itt még mindig hiányzik nekünk a kapu előtti határozottság, és bízom benne, hogy a jövőben ezt ki fogjuk javítani, mert ezeket a mérkőzéseket, ilyen mérkőzéseket pont a pontokkal tudunk távozni a jövőben. Ezért fogunk dolgozni.